Köszönöm szépen. Viszont egyébként? Szoktam, de ritkán. Két üveg szexádi borral gratulált az Európa-bajnokságra kvalifikációt szerzett Szekeres Zsoltnak a Tolnai megye székely polgármestere. A fiatal versenyző néhány napja a győri maratoni kajakkenu bajnokságon második helyezést ért el, ezzel vívta ki a lehetőséget a nemzetközi bemutatkozáshoz. Így miközben a szekszárdi kajakkenu eseje edzőjeként dolgozik, már a júliusi moszkvai Európa-bajnokságra is készül. Moszkvára nagyon nagy erőkkel készülök, amikor hazaérkeztem Győrből, már hétfőn elkezdtem a felkészülést, napi kettő edzéssel és mind a kettőt elég keményen. Körülbelül 6 hetünk van. Ács Rezső szekszárd polgármester azt mondja, városvezetőként különösen fontosnak tartja, hogy a kimagasló eredményt nyújtó sportolókat elismerje, hiszen ezek a fiatalok a Tolnai megyeszéken jó hírét viszik a hazai és a nemzetközi versenyeken. Zsolt a jó példa arra, hogy fiatal tehetségként nem kell mindig elmenni a városból, itt is megvannak a feltételek ahhoz, hogy valaki kihozza magabban a maximumot. Szekeres Zsolt július 8-a és 11-e között versenyezhet majd Moszkvában a kajakkenu maratoni Európa-bajnokságon.